Itt szeretném minden kedves jelöltnek megköszönni, hogy azonnal elfogadta a jelölést, és köszönöm nekik azt, amivel gazdagítják városunkat, közösségünket, Eger hírét viszik szerte a világ. Így köszöntötte a jelölteket Habis László polgármester, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnöke a vasárnapi díját adó gálán. Az egylet 8. éve jelölte Eger csillagait, akikre az egriek az interneten és papíralapon is szavazhattak. A kiírás szerint azok kerülhetnek a jelöltek közé, akik munkájukkal, tevékenységükkel sokat tesznek a városért. Idén is 5 kategóriában lehetett szavazni. Az intézmény kategóriában a Dobó István Vármúzeum, az Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátóintézménye és az IFI Pont versengett. Végül a legtöbben a Vármúzeumra szavaztak. A szervezet kategóriában a Felnémeti Derűs Halkon Nyugdíjas Egyesületre, az Egri Úszóklubra és a Pince Színházra lehetett szavazni. Az Eger csillaga címet az Úszóklub érdemelte ki. A fiatalok között Gál Tibor borászra, Fajcsák Dénes építészre és Rudinszki Ádám sportolóra lehetett szavazni. A legtöbben Gál Tiborra voksoltak. A magánszemélyek kategóriában Demeter Zsuzsa bábművész, Flaskai Mihály az Egri Autista Alapítvány elnöke és Nagy Ernő festőművész szerepelt. Az egriek Nagy Ernőnek ítélték oda a díjat. Ebben az évben az első Superinfo Kft., a Nivover Kft. És a Városgondozás Eger Kft. Szerepelt a gazdasági társaságok kategóriában. Az Eger csillaga címet az egriek a Városgondozás Eger Kft.-nek adták. Az idén megválasztott csillagokkal 28-ra emelkedett azoknak a száma, akik az Eger csillaga címmel büszkélkedhetnek.